A csodálatos Bogányi Gergely zongorán játszva avatta fel Boros Misi a róla elnevezett zeneligetet az ormánsági Tésenfán. A 10 évvel ezelőtti Virtuózok tehetségkutató verseny első évadjának győztese volt Misi. Most a nagy esemény előtt adott interjút a Pannon televíziós stábjának. Fantasztikus élmény számomra, hogy 10 évvel a Virtuózok műsorban való szereplésem után megnyitjuk a Boros Misi zeneligetet. Valóban a Bőköz Fesztivál keretében, ugye Pécs mellett járunk, ami az én szülővárosom, és én a legelső alkalommal is fölléptem rajta itt Tésenfán, a templomban, 2015, ha jól emlékszem, tehát nem most volt. És most 9 év elteltével ismét itt lenni, átadva ezt a csodálatos helyszínt, ez egy felemelő élmény, főleg, hogy közel 500 hangversenyt adhattam az elmúlt évtizedben, számos kontinensen, több mint 30 országban, de itt Pécs környékén játszani azért a szívem közepén foglalja el ezt a helyet. Ez a helyszín is, ahogy említettem, Tésenfán, beszéltünk Mária Gyűdről, vagy éppen Pécsről. A most 21 éves fiatal, rendkívül tehetséges zongoraművész, végtelenül hálás a fesztiváligazgató, Pataki András ezen ötletéért, hogy mostantól az ő nevét viseli e különleges helyszínen kialakított zeneliget. Hogy meg lehet, hogyha valamit elnevezünk, akkor nem muszáj feltétlenül mondjuk most Beethovenről elnevezni ezt a zeneligetet. Két okból, egyrészt mert nem járt itt, másrészt pedig nagyon reméljük, hogy a most körünkben itt áldogáló Misi sokat fog majd itt járni, hiszen ugye a mi megbeszélésünk, amikor a Bartók csodálatos mandarint csináltuk, akkor mondtam a Misinek, hogy mi lenne, ha elneveznénk róla egy ligetet. Hát ne, furcsán nézett rám, hogy lehet, hogyan lehetséges ez. És mondtam neki, hogy az lenne az üzleti megállapodásunk, hogy a liget melletti házikóban bármikor pihenhet, bármikor ide visszavonulhat, tarthat mesterkurzust, majd ha mester lesz, ha elvégzi a nem tudom hány egyetemét. És szóval csinál, amit jónak lát. És cserébe, tehát ezt élete végéig kapja ezt a szolgáltatást, cserébe minden nyáron csinál egy koncertet. Na most ezt én úgy gondolom, hogy ezt az üzletet most meg tudtuk kötni, és nagyon remélem, hogy 10 vagy 20 év múlva már nehéz lett volna megkötnünk, mert akkor az azt jelenti, hogy Misiből várhatóan az lesz, amire én mondjuk gondolok, és valószínű itt az önök körében is sokan. Ez elképesztően megtisztelő az én számomra, hogy a nevemet viselheti. Pataki András, fesztivál főigazgatója mondta, hogy általában olyanokra neveznek el, akik eltávoztak közülünk, és most olyanról szeretne, aki itt van, és részese tud lenni a fesztiválon a liget működésének. Koncertek, akár kurzusok szervezésében, és természetesen koncertet adva minden évben visszatérő vendégként leszek jelen. Ez fantasztikus érzés, és tényleg ez, hogy 10 év, ez egy kerek évforduló, azt hiszem ennél nem lehetne szebb ünnepünk. Hoppál Péter kormánybiztos többek között elmondta, 10 évvel ezelőtt az első Bőköz Fesztiválon éppen Tésenfán zongorázott Boros Misi az akkor még fel nem újított református templomban. A politikus azt is elmondta, nagy öröm, hogy Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész mentorprogramjában egyedül Boros Misi vehet részt. Misinek a billentés technikája és a muzikalitás, az éneklési készsége a zongora hangszerén, ami nem magától értetődő, hiszen ez egy ütő hangszer, kalapácsok ütik meg a zongora húrjait, itt énekelni ezen a hangszeren egészen nehézkes. Én körülbelül 40 éve próbálkozom ezzel, és nem sikerül. Úgyhogy tessenek kell hinni, hogy nagyon nehéz feladat. Misinek 4 éves kora óta van benne a vénájában, hogy ő zongoraművész lesz, és ezt a pályát teljesíti ki azóta is, most már friss diplomása a Müncheni Zeneakadémiának. És ihletett előadója a magyar repertoáron kívül az európai nagy zeneirodalom minden jelentős korszakának. A Boros Misi zeneligetet Keresztes Andor Esperes Mária Gyüdi plébános áldotta meg, előbb azonban elmondta üzenetét. Eszembe jutott akaratlanul is Stradivárinak az élete. Hogy kezdte ő? Úgyhogy ellopott a templom gyontató székéből egy deszkát, és kezdte faragni az ő kis hegedőjét. És egy megmunkálatlan fadarabból indult el az élete. És túlnőtt az anyagon,
nagyon jó mestere volt Nicola Amati, de túlnőtt azon is, azért, mert belőle a művészet belülről született. És ezek a hangszerek csodálatos módon lélekkel megtöltötték a világot. Na most, Misi, ilyen a te egyéniséged, a művészeted is. Mert valahol azonosulni kell mindig a művel, a mesterrel, hogy igazi tanítványok lehessünk. De amit az Isten adott neked, talentumot is ültetett a szívedbe, tehetséget, a zenét te belülről hallod. Az avató ünnepség alkalmával Bach, Mozart, Chopin műveket játszott, illetve magyar zene Bartóktól is felcsendült Misi zongorajátéka során.